Finn dalokat énekelt a Vox Mirabilis kamarakórus a Csónakázó tópartján szombaton. Az ünnepség apropóját az adta, hogy éppen 40 éve hozták ajándékba Finnországból az azóta is itt található vasmacskát. A Csónakázó tópartján található horgonyt még 1984. augusztusában az Alba Régia napok alkalmából Finn testvérvárosunk Kemi ajándékozta Székesfehérvárnak. A 4 évtizeddel ezelőtt érkezett ajándék történetét mostanra már egy információs tábla is hirdeti. Ankurion ozó a vertauskuva kaupunkien väliselle ystävyydelle. A horgony nagyon találó jelkép, a biztonságot sugározza, mely emlékeztet a két város barátságára, mely minden viszontagságon túlmutat. Az avató ünnepségen a finn nagykövetség minisztertanácsosa a két nép közötti szoros kapcsolatot, míg Kemi város közgyűlésének alelnöke a Kemi és Fehérvár között több évtizede ápolt testvérvárosi kapcsolatot méltatta. A két város testvérvárosi kapcsolata a polgárok közötti kapcsolatokban nyilvánul meg leginkább. Erről az évtizedes kötelékről minden évben Kemiben is megemlékezünk. A most avatott tábla kézzel foghatóvá teszi a Kemi és Fehérvár közti évtizedes kapcsolatot. Erről már a finnországi testvérváros hivataljának igazgatója beszélt, aki nem mellesleg Székesfehérvár díszpolgára is. On tietysti, meillä on hyvin tiivistä yhteistyötä kansalaisten, kemiläisten ja sekesfehérváristen asukkaiden välillä on. Nagyon fontos, hogy civil kezdeményezés alapján történt az információs tábla felavatása, ugyanis mindig ezek a civil és baráti kapcsolatot adnak szilárd alapot a lehetséges további együttműködésekhez. Fehérvár polgármester és a két város közti civil kapcsolatokat méltatta, ugyanakkor a mostani információs tábla avatás jó apropó lehet, hogy ezen kapcsolatok még inkább erősödjenek, hangsúlyozta Cserpakovics András. Kulturális együttműködésben van még lehetőség, hiszen nekik is egy komoly kulturális életük van, és a finn kultúrát, aminek azért vannak, tudjuk, hogy gyökerei tekintetében hasonlóságai a magyar kultúrával, azt el tudják hozni, és talán ebbe a különösen rohanó és hát bizony egyáltalán nem békés világban pedig ezeknek a barátságoknak talán még nagyobb jelentősége van. Ezen barátság fenntartásában pedig a Sampó Székesfehérvár finn barátok köre játssza talán a legnagyobb szerepet, az ő kezdeményezésükre készítette a város a most avatott táblát is.